Nagyon sok fiatalt, pedagógus jelölt hallgatót vonzott idén a Mentés másként konferencia, amely ez alkalommal hangsúlyosan foglalkozott a diákok és kiskorúak jogaival, véleményformáló lehetőségeivel, a demokratikus nevelés megnyilvánulásaival. Sok minden belefér a pedagógiába, állítják a fiatal bölcsészhallgatókból és pályakezdő bölcsészekből álló szervezők. Ezt igazolandó számos szakterületet társítottak a hatékony oktatást szolgáló előadások és műhely tevékenységek kínálatába. Mindenki nagyon örülünk, hogy nagyon sok fiatal vesz részt idén is a konferencián, főleg Kolozsvárról, de Magyarországról is sokan jöttek, illetve egy kicsivel több pedagógushoz jutott el, ami ugyancsak jó dolog, és elég sokan jöttek pedagógusok Kolozsváron kívülről, Zsibóról, Szentgyörgyről, Csíkszeredáról. A mostani műhelyek mind beteltek, és ez így lesz a konferencia végéig. És hogy vannak olyan műhelyek, amiket tavaly is megtartottak, ilyen a kutyaterápiás műhely, a szexuális nevelés, a szimplex matematika műhelye. Vannak olyan műhelytartóink, akik tavalyról jöttek, de más műhelyel, például a magyar, mint idegen nyelvtanítása. Vannak új műhelyeink is, tehát a Waldorf egy második esély programmal induló műhely, vagy műhelyt fognak tartani fanfiction témában, az irodalom határ témáiról. A konferencia első napján a Magyarországról érkezett Cseperkáló Csenge, az UNICEF Magyarország fiatal nagyköveti program munkatársa arról beszélt előadásában, hogy hol és milyen módon hallathatják szavukat a gyerekek és a kiskorú fiatalok, elsősorban olyan kérdések kapcsán, amelyek saját sorsukat érintik. Egy éve vagyok ugye a UNICEF fiatal nagykövet, és feladataink igazából az UNICEF-nek a mindenféle gyerekekkel kapcsolatos dolgait véleményezzük, és ugye minden programon, amikor gyerekek is érintettek, akkor oda megyünk, és hát reprezentáljuk magunkat, meg az UNICEF-et, meg a gyerekeket. Nagyon sokszor azt lehet látni, hogy amikor ott van egy gyerek, vagy egy fiatal korú, akkor nagyon sok felnőtt meglepődik rajta, hogy ott vagyunk, és véleményezünk, vagy hallatjuk a hangunkat. És ugye, ahogy ezt az előadásban is elmondtam, ezt nem mindig támogatással, hanem nagyon sokszor ellenállással fogadják az emberek, de azért sok helyen változott ez is, és amúgy nyitottak rá. Tehát ezt lehet észrevenni, hogy mindenki nagyon nyitott erre, hogy a gyerekeknek van hangjuk, és ezt hallatni kell. Bemutatkoztak a Budapesti Szabad Egyetem képviselői, egy olyan társadalmi megmozdulás kezdeményezői, amely a demokratikus oktatásért az egyetemi hallgatók érdekei védelmében jött létre, és amely a hatalommal szembeni civil tiltakozás lehetőségeit kihasználva hallatja hangját. Cezár Dávid, a bukaresti székhelyű Jogi Erőforrás Központ Alapítvány programfelelőse felvételről beszélt a román oktatási rendszerben nyomon követhető diszkriminációról. Azokról a megkülönböztető helyzetekről és egyenlőtlenségekről, amelyek a különböző kisebbségekhez tartozó, eltérő etnikai, vallási és nemi irányultságú közösségek diákjait érintik. De amelyekről nincsenek hivatalos adatok, az említett alapítvány pedig ezek feltérképezésével foglalkozik. A műhely foglalkozások között olyan programot is találtunk, amely a pedagógusok önismeret gyakorlására hívta fel a figyelmet, abból kiindulva, hogy sokszor emberpróbáló kihívások elé kerülnek az oktatók. A pszichodrámás műhely címe: Lehet-e a tanár ember? Egy kicsit úgy az lenne a műhelynek a célja, hogy egy kicsit ráébresszük a gyakorló tanárokat arra, hogy nem árt, ha itt-ott önismereti munkát is végeznek magukon. Olyan újabb és újabb robot képet alakítanak ki a tanárokról, hogy őszintén felvetődik a kérdés, hogy mennyire elérhető ez. Például, hogy mindig friss legyen, hogy mindig fit legyen, hogy mindig érdekes órákat tartson, hogy türelmes legyen mindig a hisztis diákokkal, mert hogy egy osztályban minden gyerek hoz egy családi világot, és ezek nagyon-nagyon különböznek. Nagyon komoly emberi határokat súrol egy óra például, hogy az egyik diák azt mondja, hogy nem tudom, egy az egyben megsérti a tanárt, hogy ez mit
tudom, minősíti akár, és akkor a tanár tehát, hogy nagyon a helyzet magaslatán kell legyen, hogy helytálljon. Pedagógusoknak szánt filmek vetítése, felnőtteknek szóló bábjáték is szerepelt a konferencia kísérő programjában. A rendezvényt záró nagytermi előadások pedig szintén izgalmas témákat vetettek fel. A sokszor nehezen azonosítható, figyelemhiányos és hiperaktivitás zavarról. Külföldi kimutatások szerint a lakosság akár 10%-át érintő ADHD-ról beszélt a jelenlevőknek, Tatai Csilla, Marosvásárhelyi klinikai pszichológus. Gyakran van az, hogy a pedagógus felismeri, mert neki már megvan a képesítése rá, de nehezebb a család hozzájárulását megnyerni, tehát motiválni őket arra, hogy ezzel foglalkozzanak, vagy külső szakembert keressenek. Általában erről szoktak nekem panaszkodni. Még ugye az is benne van a dologban, hogy van olyan ADHD-s gyerek, aki zavaró, és akkor ezért felfigyelünk rá, mert izeg mozog, mert nem figyel, de van olyan ADHD-s gyerek, aki egyáltalán nem zavaró a környezete számára, mert csendben ül, mert maximum nem tudja megtanulni a leckét, mert elkalandozott, de amúgy senkit nem zavar. És ezért nekik sokszor nehezebb megtalálni a segítséget. Ahhoz, hogy láthatóvá tegyük őket, hogy tudjanak róla, nem csak a pedagógus, aki vele dolgozik, hanem az iskola tudjon róla, és akár tanügyminisztériumig elmehetünk, tehát hogy a felsőbb szervek tudjanak róla, ahhoz feltétlenül érdemes ezt a diagnózis útját végigjárni, még akkor is, ha egy kicsit nehéz, ha nem mindig örülünk neki, de első lépésként én ezt javasolnám. És akkor innen tudunk hozzáférni a különböző lehetőségekhez, fejlesztésekhez, iskolapszichológus, nevelési tanácsadó segítségét kérhetjük, és a külső szakemberek persze, akik az iskolában nem elérhetők. Mert ezek hiányában hova jutunk? Van, aki jól lesz, és nem lesznek különösebb nehézségei, ez a ritkább eset. Legtöbbször azonban nagyon gyakran keverednek bajba ezek a gyerekek, sokszor a viselkedésük miatt, mert nagyon impulzívak, mert hiperaktívak, a társaikkal konfliktusba kerülhetnek, agresszívek lehetnek, opozíciós zavar alakulhat ki náluk, tehát ez már azt jelenti, hogy szembeszállnak felnőttekkel. Dr. László Éva pszichológus, egyetemi oktató, a középiskolai oktatásból kimaradt személyek második esélyeként szolgáló oktatási központokról és azok kínálatáról beszélt. A hazai lehetőségek ellenpéldájaként bemutatva a valóban eredményesen működő portugáliai iskola esetét. Izgalmas, mozgalmas, pörgős, rövid szünetekkel, hosszú foglalkozásokkal, és nagyon sok aktív és lelkes résztvevővel folyt az esemény, úgyhogy nagyjából ezek a szavak, amelyek így jellemezhetnék. Az látszott, hogy van egy része a résztvevőknek, akik változnak, és volt egy erős mag, aki egészen ma estig kitartott. Idén az volt új, hogy nagyon sok önkéntessel dolgoztunk az előző évekhez képest, és nagyon lelkesen kapcsolódtak be ebbe a közös szervező munkába is, és ezt jelezték vissza a műhelytartók is, akik a maguk rendjén szintén részt vettek önkéntesként is akár, és hogy ez az együttműködés hogy át tud lépni. Aki szervező, az műhelytart, aki önkéntes, az jövőre lehet, hogy műhelytartó lesz, és ez az együttműködés nagyon izgalmas. Az összegzésből kiderült, hogy idén a Mentés másként konferenciának több fiatalt sikerült megszólítania. A folytatást a visszajelzések alapján tervezik a szervezők.